vásártelep. Ugye ott látjuk ott a felső emeleteket. Ott viszont a háttérben a vasúton megy egy teher. Egy egész szép hosszú. Hát igen, a 150-esnek ezen a szakaszán azért van teherforgalom, és nem is kevés. Ugye a Soroksár után van még a Bilkot, a logisztikai központ. És addig... Ott, azért van Dembosos tartály. Van Dembos parancsnok és vérebei. Ott vannak. Ott van még egy, ezek a vigyorgó tartályok. Van Dembos parancsnok. Úgyhogy ezért vonatokat is lehet ám itt fotózni egész szépen, mert elég trombos tervonatok járnak néha erre. Ja. Soroksár utáni logisztikai központból. Megpróbálok most majd fölmenni a tetejére. Ugye emlékszem, hogy van itt valami szalállapotban lévő lépcső, ami nagyon nehéz, de lehet, hogy máshol is föl lehet menni. Itt valaki azt mondta, hogy máshol is van egy lépcső, ami jobb állapotban van, hát megnézzük. Ez volt valaha a főbejárat. Szállnak? Az bizony. Na jó, nézzük csak meg ezt. Itt lehet bemenni. Egyébként van pince is, de az most megint kimarad. Zseblámpa nélkül oda. Úgy sem tudnék lemenni. Na nézzük ez a... Itt a főbejárat. És ott azon a lépcsőn kéne fölmenni. Volt szerintem régen a Páternosztán. Ezért is veszélyes itt már, mert földé menekül a lukak vannak. Jó. 2006. december 20-a, 2016, akkor még járt itt valaki. Az ablakon kinézem, meg is tudom mutatni egyébként, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy ott az Obi, ott van mellette a Tesco is, ott a 150-es vasútvonal, a háttérben a Lágymányosi híd, a déli összekötő vasúti híd, és arrafele meg Csepel. Oké, meg is van. Olyan problémák merültek föl, hogy túl sok kép van rajta. Az elejéből le kell egy párat töröljek. Jó, ezek még a polgári Ikarusz napon voltak. Akkor én az elejére egy százat letörlök, akkor már jó lesz.
Ezek már réges déle vannak mentve. Igen, egyfajta adatvédelem ez is, hogyha esetleg elszállna itt minden, akkor memóriakártyán még mindig megvannak a szerkesztetlenek ugyan, de képek. Ja, mert én nem muszáj, hogy nem szoktam letörölni őket, de hát most egy párat le kell szedni. Ahhoz, hogy tudjak még fotózni, mindjárt betelik a kártya. Hát ugye itt, innen jöttünk. Elég már mindjárt csinálom a képet, hogyha végeztem itt a memóriakártya felszabadítással. Éjszaka félelmetesebb lehet itt mászkálni. Nappal annyira nem vészes. Legalábbis ameddig nem találkozok valakivel. Úgyhogy... szintén azért vannak itt nagyon szép grafitik is. És hát igazából nincs is baj a grafitivel, hogyha megfelelő helyen vannak, mint például ilyen helyek, mert ide való. Tehát nem a vonat oldalára, meg a kasonokra, meg műemléki épületekre kell ilyeneket felfesteni, hanem ilyen helyekre, mint ez itt. Mert itt még szépen is tud mutatni. Ott egy kábelcsatorna megy végig. Igen, és ennyit látszik, hogy itt a födém az már nagyon gyenge. De ez még ez mi nátfedeles, vagy ez egy nátszál, vagy mik ezek? Ja, ez már egy másik épület. Nem baj, azért mi megnézzük ezt is. Az udvar. Itt volt egy belső udvar neki. De valahogy oda is fel lehet menni, mert valahogy feljutottak. Mert ott is van graffiti. Valahogy biztos, hogy fel lehet oda menni. Szerintem itt is valaki itt járt. És én már behallatszik a mába a hangos beszélője. Közel van a vasút. Ja, itt van szembe ez már a vasút, ez a 150-es. Jaj. Ja, itt egy közfal lehetett valamikor, csak lebontották, vagy leomlott. Jó, hogy hoztam tartalékok süt. Ezt a rohadt, itt is. Ez is valaha egy közfal lehetett. Ez viszont itt valami fürdőszoba. Jöttünk. Na, ez itt mi? Tyúha. Ezt nevezem.
hoppá, jön egy vonat. Kunyjet megy. Kis kunhalasi kirohanós lehet. Vagy a kunszerni klóstassi. Az újfajta ezé. Kék-fehér föltel. Hoppá, na igen, ezért kell itt vigyázni. Egy óvatlan lépés, és már is egy szinten elejje kerülsz. Szóval a födélnek is inkább csak a szélén kéne mászkálni, mert nem tűnik túl acélosnak. Ez a belső udvar a másik vége. Az pedig már a... Na néma. Tehát lehet ott menni? Hát akkor most merre? Alkoholista picsa. Zomings. Mi minden van ide felírva? BDA. Szerintem marvóró. És ez újabb. Na, megnézzük, hogy mennyibe kerül ez a cigi. Akkor abból talán az is kiderül, hogy mikori. Hát valahol van ez így, ahol hol szokták ráírni a cigire, hogy mennyibe kerül. Hát mindegy, hát én nem találtam rajta. De hát előleg az árjegyen kéne rajta lenni az árnak. Már mit tudom én, majd egy dohányos megmondja. Hogyha esetleg nézi ezt a videót. Milyen nagy fejkamerával ez jobban ment volna, csak annak megvan az a hátránya, hogy nem látom, hogy mikor vesz és mikor nem. Hogyha nem tartom folyamatosan wifi-n a telefont, hogy rákapcsolódjon és tudjam időnként ellenőrizni, hogy merre jár, hogy egyáltalán vesz-e még. Itt meg azért folyamatosan látom, hogy megy a felvétel. Csak ugye közben fényképezek is, tehát azért tartom néha úgy a kamerát, ahogy, mert ugye legyen fénykép is. Boldog szülinapot, Maja. Hát, Isten éltessen, Maja. Még egy luk. Hív, feldugni akarok.
Örömmel, mikor, hol? Ott van a telefonszám, hát aki úgy gondolja, már hívhatja is. Ott át lehet menni a másik helyiségbe. Ott van egy átkelő folyosó. Lehet, hogy majd ezt is megnézzük. Jön egy tehervonat, de csak hallom, most nem tudok visszamenni olyan gyorsan, hogy még lássam is, hogy micsoda. De majd ide szépen beesünk. Ott jöttünk be, és ott az a lépcső. Hát ez az egyetlen fölfelé vezető út.